Akkor most felolvasnám a 193-as cella központi bizottságának hivatalos köszöntőjét. Kedves elvtársak, elvtársnők, barátaim! A 193-as cella központi bizottsága nevében gratulálok a 2-5 éves tervet felölelő népülelő munkásságotokhoz, mely mindvégig a békaharc jegyében folyt. Ováció az lehet, persze! Melyhez mindvégig olyan hőstettek fűződtek hozzá, mint például Pol Pot és Lud elvtársak rehabilitációja. Vagy például a Maci fejbeverése a zöldtakonyban. De ne feledjük, a munka frontján bizony sok a sebesült. Gondoljunk csak Figyes, vagy akár Koltás elvtársakra, aki Maximenko elvtársat, mint egy megelőzve és meghazudtolva, ma már puszta kézzel építi a szocializmust, és forradalmi propaganda munkát végez szaktársai körében. És mi nem feledkezünk meg hőseinkről. A Koltairól elteveztünk egy színművészt, és ki fog terülni a Frigyesről is, hogy az illegalitás alatt Nietzsche álnéven röplapokat és kiáltványokat fogalmazott. No de elég a gyászból! Barna például ezekben a vércivataros esztendőkben nem feledkezett meg az ifjúság sportra való neveléséről, és akik együtt nyaraltak vele az abdai út és üvegtörő táborban, azoknak még máig fülében csengenek a kispajtások ajkáról felszálló England kiáltások. England! És persze a böfögések. Willit, akit ma már csak példamutató Williként ismer a munkásmozgalom, ma is egyenesen tajtaj történelem viharában, és nem gyűjt felesleget, hogy ne adhasson okot az imperialista provokációra. Szaki a magánszektor lehetőségeit kiaknázva lelkes környezetvédő munkát folytat, és oly sokszor bemutatta már, hogy egy kis zöld terület, mondjuk egy gramnyi, mennyi örömet okozhat. Mikinek, a nagy Mikinek csak üzenni szeretnénk. A kérdésben folytatott tanulmányaink tapasztalatán kijelenthetjük, bizony ásványráró nem a világ, de nagyon közel van hozzá. És végül, és most egy kis csöndet kérnék. Akkor előbb egy kis ovációt! Yeah! A Feritől csak kérni szeretnénk. Ha majd egyszer a mennyei barikádokon összefutsz Guevara elvtárssal, mutass le erre az ezer sebből vérző mozgalomra, járuljatok együtt Isten színe elé, és közöljétek vele, hogy ő tulajdonképpen nem is létezik, és ezt igazán közölhetné a Földön élő híveivel. Sokat könnyítene a helyzetünkön. És az epilógus! Még egyszer köszönöm 10 éves munkátokat, mely alatt egy nemzedék nőtt fel, egy nemzedék, amely talán már sose lesz normális. A következő 5 éves terven is zengétek a dalt üde, mámoros ajakkal. Köszönjük, tapsoljuk meg a Gábort! Egykori rajongói is, és az egész munkás mozgalom. Köszönjük, Gábor, a méltató szavakat! Mint karmester. Jó, hogy mind itt vagyunk, mert ez a szülinapunk.